Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Kívánok, sziasztok! Ismét jelölő hét van, tehát lehet aprítani a népet majd szombaton. Hát választani még most is bőségesen lehet, hiszen még mindig 12 játékos van a Big Brother házban. Tehát 12 ember közül lehet választani, majd hogy kikerüljön kiszavazó listára. És van még egy vendégünk, de Renátó továbbra is a házban van, hiszen a nagytestvér megengedte neki, hogy továbbra is bentartózkodjon, aminek egyébként a többiek nem nagyon örülnek. Ezt is meg fogom beszélni Edinával, aki szintén nem nagyon csípte Renátot. Ma este ugye Edina lesz a vendégem, holnap jön Timi, kicsit megborítottuk a rendet, eddig mindig Timi volt hétfőn, de Timi bohóc holnap lesz, úgyhogy már Edinával fogunk mindenféléről beszélgetni, az elmúlt egy hónapban történt a Big Brother házban. Szóval ez egyébként Cornélia és Renátó szerelméről is. Van egy szívszorító filmünk, amiben a többiek gyakorlatilag ismét egy összeesküvés elméletet dolgoznak ki, de erről majd később. Szépen jönnek az SMS-ek, továbbra is a 17.92-re várom a véleményüket, és akkor föl is olvasok néhányat. Nagy tesó, ez egy ilyen kis siránkozás. Nagy tesó, el is ugrott, hoppá. Hova ugrott az én kis nagy tesóm, pedig ezt nagyon kinéztem magamnak. Az Zolitól az elején viszketőgörcsöt kaptam, azt mondtam, egy férfi nem lehet ennyire butáska, aztán sikerült elérni, hogy most már az egyik legjobb fejnek tartom a házban. Úgy látszik Zoli teper. Ezek szerint valaki, akinek nem volt szimpatikus Zoli szőke hajjal, most fekete hajjal, most már nagyon bejön. Csak a haj változásnak tudom betudni ezt, hogy valaki megszerette Zolit ennyire. Nagy tesó, most már azért szólhatnál ősinak, valaki ezt mondja, ősinak, szépen magyarul, hogy napközben vegyen föl magára valamit, ruhában valamit testé, pedig hát hol néz ki? Ősi azt hiszem így kerek. Szó szerint és átvitt értelemben is. Lina cigügyben unszimpatikus, felépített egy tuti stratégiát, és talán ezzel nyerni is fog, mintha kiátszaná cigiseket a nem dohányzók ellen. Na hát ebben nem vagyok azért biztos, kedves SMS író, hogy Lina ezzel taktikázna, mert szerintem Lina az nem ilyesmi dolgokkal foglalkozik, hanem ahogy ezen a héten is ki fog derülni, inkább a munkával, a rendülettel, tehát azzal, hogy jól menjenek a dolgok a házba. De hát majd meglátjuk, ez a megjelent Bolha Béla barátom megint, de hát már el van a jelölő tábla a kezében, az előbb én már elmondtam, hogy jelölni lehet szombaton, úgyhogy távozásra szólítom fel a kisfiamat. De minden esetre azért tényleg igaza van, ne felejtsék el, jelölő hét van, tehát jelölünk, szombaton jelölés lesz. Mint már említettem, a 17.92-re továbbra is várom az SMS-eket, hogyha valaki azt szeretné, hogy itt fusson el az üzenet a képernyőn olyan, akkor egy K betűt írjon a véleménye elé, és ha pedig még nem regisztrálta magát, azt tegye meg, mert anélkül nem lehet levelezni, tehát akkor küldje a 17.92-re először a nemét, a nevét és utána a korát. Ma is várom a telefonokat, a 0681-320-620-as Hello Brother vonalon, használják ki az alkalmat, hogy itt van Edina, lehet kérdezni Edinától a 0681-320-620-as számon. És akkor bemutatom a kis rendszerünket, ugye, lemegyek a jobb sarokba, választani fogok egy képet, van egy 1-es, egy 2-es és egy 3-as képünk, na hát láss csodát, ilyen késői órán is, hogy mindenki fenn van a házba, úgy látszik, egy picit akkor most életre keltek a játékosok, van egy 1-es kép, egy 2-es, 2-esen a hölgyek beszélgetnek, 3-as képen majd Sanya, Roli, hát melyik legyen, 1-es vagy 2-es, nézzük meg a 2-es, hát ha beszélgetnek arról a hölgyek. Most jövök! Nem tudom, hogy így! Így! Tudod, hogy én így! Jó, de olyan is volt, hogy a kezdet
egy kicsit nyit szét az ujjainak. Nyit a halás! Ez az űrzavartában a stúdióban, itt megérkezett Edina, de Edina hozott magával néhány meglepetés vendéget. Mi helyezett csajok? Honnan? Honnan jöttetek ide? Vacsorára jöttünk, együtt vacsoráztunk Edinával. Úgy gondoltuk, hogy tök jó fej, így a BB2 kapcsán ismertük meg, és meghívtuk vacsorázni magunk. Hol? Itt a BB2-ből több embert is kiszemeltünk magunknak. Hogy vacsorázunk? Megmutatom, hogy elkezdtek játszani a babáimmal, ez vagy te, így szerepeltél ebben a műsorban. Sokkal jobbak a kicsiek. Megismerni, és úgy gondoltuk, hogy így élőben is nagyon jó fej. Igen, és több helyes. Nagyon helyes. Nem kellett volna élni érben. Nagyon jók a vellei. Még visszajöhetek, csak most hagyd foglalkozzam. Mindjárt kérdezek tőled, és átadom az ajánlóikat, csak előtte térjünk hát a napi kérdéshez gyorsan. Túl kell esnünk, hogy legyen ideje az embereknek gondolkodni a feltöltőkártyás mobiltelefonról és a fotó-DVD-ért, és hogy mi a mai napi kérdésünk, azt most felvezetjük egy filmre. Épp így itt már egy hete, most már látom, hogy nem sok időt zavarsz. El lehet veled lakni együtt, nem probléma. Ez is csendesen él, vagy te itt. Jó, van azért egy-két dolog, ami van. Hát annyi kell, hogy ne legyen az ember teljesen üres. Nem, általában csak arra. Nekem durvább dolog jött le nekem. Én akár is jött, semmire nem kezdtem el pattogni. Kérdés, hogy a következő zavarja a lakókat Renátó jelenléte, tehát zavarja a ház lakóit, Renátó jelenléte, igen, nem tippeket várunk 17.92-re, és akkor lehet kártyafüggetlen mobiltelefon nyerni. Ma is természetesen egy fotó-DVD-t, ami látható, Edina is, én nem tudom milyen képeket, de hát amiket fotóztatok a házban, az mind-mind rajta van ezen a fotó-DVD-n, tehát ezt mind meg lehet nyerni, és senki ne felejtsen, hogy 0-81-320-620, ez a Hello Brother vonal, ezen a számon lehet kérdezni Edinától, mindjárt kapcsolok valakit. Na, akkor mielőtt átadom az ajándékot, hadd kérdezzem meg, hogy a ígéreteid közül az egyiket betartottad, mondtad, hogy szeretnél a gyerekeiddel találkozni, ne de? Mindent betartottam. És állva mondjuk így. Igen, mindent betartottam, de hittad is, ha megkérdezték, hogy könnyeztek-e már az angyalok, és mondta, igen, könnyeztek. Na jó, akkor jöhetnek az ajándékok. Először is kapsz, nagyon értékes, még belőle is. Na jó, ez csak víz, de mivel Timi elkezdte begyűjteni a cuccokat, ő ugye úgy jött ki, hogy fölvette magára a köpenyeket, de csináltattunk neked egy ilyet. Jaj, de nem azt mondtam, hogy az örökközőt, örök emlék a házal a kötő, egy fogkefét, egy bigolatos fogkefét, elemben nincs benne, nem tudom. Mib rá? Biztos, gondolom, mib rá. Nem tudom, biztos így. És akkor van egy köntös még, ez a kis... Ez, amit tőlem kapsz. Hát ez itt van rajta a Big Vendors, lehet látni, úgyhogy ezekkel a cuccokkal szépen, hogyha beöltözöl otthon, fel tudod idézni a házbéli életedet. Ez a fejemre egy kis szauna. Az a lehet venni vásárolni. Tehát 0-80-320-620 lehet kérdezni, Hello Brother, most elkezdjük a telefonálást. Hello? Hello? Hello, szia! Szervuszok, szia! Edina, hozzád lenne egy kérdésem. Sok mindent ígértél, mielőtt kimentél, és ezek közül a legutolsót teljesítetted. Na most kérdeztem meg, nem néztem az adást. De néztem az adást, csak erre nem felelt. Mindent teljesítettem, amit megígértem. Igen, maximálisan, amit tőlem teletőlt megtettem, azt én érdekén. A fiúk is rendben vannak, ugye? A fiúk is. Igen, a családod. Köszönöm szépen, nagyon jól érzi magát. Mindenki örülnek, hogy kint vagyok. És egy kicsit sem hiányoznak a többiek? De hiányoznak. És
gyerekeid nem haragudtak meg rá, hogy egy hónapra azért eltűntél? Dehogy haragudtak, toltak befelé, és azt mondta a lányom, hogyha kijövök, mielőtt a vége lenne, akkor visszazavar. Hát ez nem így lett, hál' Istennek nem zavart vissza, de nagyon drukkoltak. Még egy dolgot szeretnék, külön gratulálok neked a műsor vezetéséhez. Ó, köszönöm szépen. Én ezt rutinosan csinálod már, és nagyon jól. Azt hittem a bábukhoz, ezeket a bábukat én csináltam, én erre büszkébb vagyok. Mindenkről Gézút. Nagyon szépek, és nagyon sokan mondani valamit. Nem hallom, várja, mit mond. Na jó, választhatsz egy képet, jó? Elinával most lekúszunk jobbra, és akkor a három kép közül van egy lilla, kiesik a száján, van egy vakargatja a tapétán. Hát igen, én ezt a kettest választanám. Kettest? Kornélia is? Na jó, oké, jöhet a kettes. Ott szerintem sok hang nem lesz most, de azért belőle. Érezted, hogy kívánjátok? Annak kellene, hogy azért próbáltam itt ezt megérteni. Nem jó gondolat egyébként, hogy láss, hogy mennyire szeretnek. Mennyire akarnak bentartani. És akkor mondod, hogy egyszer szeretnék érteni. Én nem. Majd akkor ugye nem egy jobb. Főleg így, ahogy telnek volnak a napok, egyre jobban rájuk arra, hogy én... De mondom, hogy ez jó visszajelzés számodra. Az a lány, akivel én tulajdonképpen a tégfele miatt valamilyen formában felmentettem a kapcsolatunkat. Az a lány... Jó, A legtökéletesebb arra, hogy lejelzel az életed. Éppen ezért. Zoli, ha ez a lány a legtökéletesebb. Zoli, ha ezt teszem, hogy... Nem tudod, hogy hogyan váltunk ilyen. Zoli, csak így egy...